Na, sziasztok, sziasztok, kedves emberek, én Dombi vagyok, és ez itt a GTA San Andreas Mitoszok és Legendák 7. évadának a 11. része. Elérkeztünk számomra az egyik legijesztőbb mítoszhoz, vagy illetve nyomozáshoz, a démonokhoz. A játékban különféle helyszínt lehetne mesélni, hogy hol lehet találkozni ezekkel a démonokkal. Vidéken lehet találkozni leginkább, ezen a képen egy rendőrségi, hát ez a nyomozás, ami volt, ugyebár, ahogy a rendőrségek ilyen szalagokkal leüzélik, ugyebár a helyszínt. És itt ennél Blueberry-ben látható ez a hely, ez egy ilyen motelszerűség. És na majd, amíg lemennek a videók, akkor mutatok nektek képeket, és megmagyarázom, hogy ez hamis-e, vagy nem, azt majd elmondom nektek. Illetve még azt kell mondanom, hogy Soldiers, illetve Owen McKendry, meg Sobrax is nyomozott e tekintetben ezután a mítosz után. És még azt kell elmondanom, hogy még fogok megemlíteni még egy mítoszt, de az nem biztos, hogy nem ide tartozik. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy annyit akarok elmondani, hogy Blueberry-ben fogunk járni, illetve az Easter Bay, vagy Oyster Bay, tehát tudjátok, hogy ahol a hajós iskola van. Úgyhogy lemegy ez a kettő videó, és utána mutatok pár képet, illetve érdekességet, hogy igaz ez a mítosz, vagy hamis. Meglátjuk. Úgyhogy emészgessétek, úgyhogy mindenkinek ott kívánjak kellemes időtöltést, illetve hátborzongást a videóhoz, úgyhogy mindjárt jelentkezek egy újabb szöveggel. Dumbass!
I'd like to try your food. Thanks, I agree. I look fine, huh? Nos, hát véget értek ezek a képsorok, és hát akkor most akkor térjünk rá a mostani nyomozásunknak a összegzésével. Na most itt láthatok képeket. Annyi az egész, hogy itt a templomot fotóztam le nappal, illetve éjszaka is. Ugye már meg van világítva a templom. Na de itt nem az az érdekesség, hanem az, hogy állítólag... hogy itt balesetek történnek az utakon, tehát úgy értve, hogy a rendőrök okoznak balesetet, és hogy így mindenki meghal. Én azt mondom, hogy ez egy programozási hiba, stb. Tehát, hogy így meghalnak random az emberek, így hát nem kellene nekem mit mondani. Na de most itt a mozaik ablakra fogok most ráfókuszálni. Nézzétek meg jobban, állítsátok majd meg a videót, mert olyan, mint hogyha ez a angyalka, vagy nem tudom, hogy nevezzem, olyan, mintha Lucifert ábrázolná. Legalábbis, hát nem tudom, hogy utalásként, vagy ilyen hátborzongásként. És akkor visszatérünk Blueberry-be. Itt igazából az a textúra, amit lefotóztam, azt nem mutatom meg most, mert nem tettem bele én ülje. Nem baj. Annyi az egész, hogy igaz, hogy kirajzolódik egy démon alak, de igazából nem mondanám azt, hogy léteznek démonok a játékban. Itt az újság állítólag egy gyilkosságra vezet. Igazából ott az a gyilkosság történt annál a lakásnál, amit láthattatok. De igazából szerintem démonok nincsenek is a játékban. Maximum zombik, de démonok abszolút nincsenek szerintem a játékban. És akkor itt láthatok még egy képet, ezzel szeretném majd zárni a részt, hogy ezek a furcsa fények. A furcsa fények tulajdonképpen semmi köze nincsen ez a mítoszhoz. Igazából lehetne azt mondani, hogy az Epsilon Cultushoz van egy kicsike kis köze, vagy éppen az UFO-khoz, de így, hogy megvilágítás, meg nem tudom igazából, nem tudok mit mondani rá. Azt mondom, hogy szerintem ez a mítosz, ez hamis, nem léteznek szerintem démonok a játékban, lehetséges, hogy utalást tesznek rá, tehát hogy El Castillo de Diablo az ördögnek a helye, bármit lehetne mélységre rámenni, de könyörgöm, nincsen benne, maximum utalást tesznek rá, de abszolút, de nincsen. Úgyhogy ezekkel a képsorokkal szeretnék... elbúcsúzném tőletek. Nem tudom, mi lesz a következő mítosz, de azt majd biztos, hogy egy remake lesz. Úgyhogy emberek, nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Nomi voltam, továbbra is éleszek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Szép napot!